És csácsú bicsőt a csokoládé és traktorkerek üdvő csatornán Papa. jelentkezik -e? egy ilyen vlog videószerűvel. Hő, gyerekek, ez marha spontán videó lesz, remélem, hogy nem bánjátok. Hogy nem készültem rá, de ö, éppen csinálom, vagyis készülök hozzá nektek a Farming Simulator 2015-ös tutorial modig videóhoz, hogy egy, hogy kell bemondolni, ugye? Aztán közben így gondoltam, megnézem, hogy milyen új videókat kreáltak a feliratkozva, akikre fel vagyok iratkozva, hát, és mondom, miért nem utassam meg nektek, hogy kiket nézek én? Hát, hogyha valaki kíváncsi rá, ugye, például, gondolom, hogyha ha itt vagytok, akkor például engem is néztek ti. És gondolom, ti is kíváncsi vagytok arra, hogy én kiket nézek, esetleg már azt lehet, hogy nem. Na, ö, megmutatom be őket, jó gyerekek. Egyébként fel fog tűnni az, hogy én ilyen nagyobb gameplayeseket nem nézek. Két oka van. Egy az, hogy én inkább a vlogger stílust szeretem mármint nézni. A másik oka az, hogy azért is kerülöm a nagyobb gameplayesek csatornáinak a nézését, mert nem akarom, hogy kopival, meg plágiummal, meg ilyenekkel vádoljatok, meg vádoljanak az emberek igazából. Egy-két heti rendszerességgel azért ide, ide téved egy-egy em ember, aki fejemhez vágja, hogy kopizod ezt meg azt a videót, amikor tényleg nem nézek tőle videókat, mert nem, mert azért nem nézek videókat tőle, többek között, hogy nehogy ezzel vádoljanak el, mindig azért van egy olyan, és nem tudom, hogy kopiznám-e egyszer például, azt sem tudom, hogy mit csinál, meg hogy létezik-e egyáltalán. Na, gyerekek, ö, csapassuk, oké? Okay? Nézzük meg a feliratkozókat akkor, ö, vagy feliratkozásokat, nem feliratkozókat mindig itt vissza beszélek. Megmutattam egyesével, hogy ö, Mégis kiki csoda jó, oké? Okay. Aztán gondoljátok, akkor meg tudjátok nézni igazából, de nem a reklám hanem hogy ti is meg tudjátok nézni azt, amit én nézek például, oké? Okay. Menjünk végig, jó? Sorban, így megmutatom őket. Ö, egy Mopi. Nem tudom, miért ilyen értelmes nevet adtál neki, Egy Mopi. Valószínűleg nem nézed ezt a videót, de azért így megszomorítalak így a videóba. Ő neki ilyen nagyon spontán videói vannak, aki szereti az ilyen traktorokat, fakitermelés, ilyesmit, az... Ö, Nézze rá, de ne várjon olyan túl sokat, mert ritkán vannak. Nézzétek, két hete, egy hónapja, egy hónapja, egy hónapja. Itt azért felkerült egy-két videó, és nézzétek, néha ilyen 40 másodperces, egy perces, vagy ilyen félperces perces videók vannak. Ö, be megmutatom nektek, hogy milyen jellegű videók. Például itt ö, van neki egy cross terautója, van neki T-150-ese, meg még egy csomó fajta Járműve, és ezekkel, oda nézett, kivon van van vasszus a gumi a pót, a póton. Oh Ma igen, mi? Ah, jó, jó, oké, bánom ezeket az ilyen videókat. Na, ilyenek, ilyen videói vannak, és ilyen tök... Ö... spontán, szóval nincs venduma, nincs felvetés, nincs konferenc, konferenci, hanem csak az van, hogy elindítja ö... A telefont azt akkor felveszi, hogyha van valami extra dolog, és akkor azt így feldobja. Valószínűleg ezekkel a gépekkel dolgozik, meg ez, meg ugye Erdőt is szokott nagyon sokszor kitermelni, mindig ilyen fa szállítós videói vannak. Ja, ő volt, akkor nézzük tovább, hogy ki van még. 444, et gondolom nem kell bemutatni, az egy ilyen hírcsatornának a, a YouTube csatornája. Hát... Újabban nem nagyon raknak fel videót. Régenben tök jó kis humoros, kis kreatív videóig voltak, meg ugye ilyen, ilyen érdekes dolgokat felraktak, például híreket, hogy amikor tudjátok a Margit-héren keresztbe fordult a busz, ott is ott voltok, az tök ilyen jó, jó hangulatú videókat szoktak felrakni, most már annyira nem. 666 devirt nem kell bemutatni, hogy bundás, ugye bundi, akiről elég gyakran szó volt a csatornámon, meg volt is ilyen bemutató videó a videó csatornájára. csatornájáról vid, na őról egy-két szót, Ö, ő egy ilyen nem vlogos, hát vlogos szerű is, de inkább szerelgetni szakadt a videóiban mindenféle dolgokat, például itt mikrosütőt, videóton végfók, liftajtó vezérlő elemzés, kontaktor robbantás, meg ilyenek vannak, Orion LCD javítás, Ö, Furfarang meg szerel, meg, meg leginkább elektronikával foglalkozik. Ö, őben én azt szeretem, hogy minden nemű leplezetlenséggel adja elő a mondandóját. Ez abban nyilvánul meg, hogy tényleg nem nem öltözik ki. Kopott, melegítő, tök ilyen lozak beszéd, nem foglalkozik egyáltalán a külsőségekkel, és ez, ez marhára marhára tök jó az egész figurában, és Engem annyira nem is érdekel az elektronika, meg a hifi, meg minden, de... Meg tényleg minden ilyesmi, de... Igazából maga a személyisége érdekes a srácnak. Azért nézem. Na, lépjünk tovább, gyerekek, jó? Bálint agro videó, Ő azt hiszem, hogy igen, a az egyik live-ba beszélgettem, és felérkoztam a csatornájára. Hát ilyen neogró videókat szárna, ugye? De most nagyon le van állva, nagyon régen volt azt hiszem, az utolsó videója. Meg nem is, sok, nem is olyan sok videója van, két hónapja volt az utolsó. Pedig szeretjük az ilyen videókat. Bartos hivatalos gondolom nem kell bemutatni senkinek, mindenki tudja, hogy miről van szó. Csatornapatkány, ő... Hát mondhatni azt, hogy ilyen virtuális, nem, mint interneten kötött barátságom van bele. Nagyobb bírom a csávót. Nagyon jó fej. Gameplayekkel és is vloggal foglalkozik. Csorda cc hát igazából ez lehet, hogy annyira nem lesz érdekes nektek. Néhány videót szokott feldobni a csatornára Keszlek lesz témában, de ilyen kommentár nélkül, meg igazából csak ilyen ismerősöknek szoktak kirakosgatni. Csatorna régi csatornája, azért megtartottam, hát ha valamit kirakod a csöpi nagyon nagy arc. Ha valaki szereti a traktorokat, meg az ilyen gazdálkodást, az néz... nézzen rá. Ö... Vlogol, miközben dolgozik a gépekkel. Nagyon-nagyon annyi... kis kellemes, nagyon jó kellemes videói vannak, nagyon, nagyon olyan, mintha ott lennél. Akkor, Isten hozott mindenkit, íme az új bager! Schaffer, pici bagerunk, 35-50T. Én dumája van, és mindig, amikor szánt, meg bármit csinál, uh, ki van a réten, akkor is ugye nyomatja neki a, a a, dumát a, a dolgok mellé. Ugye két hónapja volt ki videója, hát ő, ezek, ezek a késő a régebbi videóit is érdemes megnézni, mert rohadt nekem nagyon-nagyon nagyon tetszett uh, maga a duma is. Na, oké, okay, menjünk tovább. Dancsó Pétert nem kell bemutatni, gondolom. Dogi Andi, hát őt sem nagyon kell, szerintem ő egy csaj, szoktam így nézni tőle videókat. Ö jó videókat csinál, játszik minden félével, Fallout 4 leginkább Minecraftozik. Hát szerintem nem kell bemutatni a gyerekek, nem? Az Andit. Az Andit. Meg nagyon jó kis csajsz is, ugye? Jó csaj, nem? Ö Következő emberke. Ő, neki ez a videó, kettő videója van gyerekek. 5 éve töltötte fel, és nézzétek, 1082 feliratkozójával, Annyira jók ezek a videók, hogy ez hihetetlen, komolyan mondom. Nézzétek meg tőle, né nézzétek meg tőle, Légy, vagy komolyan mondom, ez nem reklám, mert ez egy külföldi srác. annyira jó, vagy belenézzünk most, talán nem orról meg ránk. Ezek valós ezek valós izék, valós ö, dolgok, ezek nem makettek. Ezek nem makettek, ezek nem, ezek nem, nem LEGO áros, ez egy valós város. Csak ugye a, a kontraszttal, meg a, a videó sebességével, meg a fényekkel úgy játszik, hogy olyan érzésed van, mint hogyha nem, ö, mintha ez ilyen mini dolgok lennének. Nézzétek! Nagyon jó, nagyon érdemes megnézni. Nézzétek, a helikopterek olyan, mint a modell helikopterek lennének. Nagyon-nagyon <coughs> <coughs> jó. Na mind a kettő egyébként, nagyon de, nagyon frankó. Nézzétek, itt is olyan, mint hogy egy kis modellek lennének az épületek. És persze nem azok. Így nagyon jó. Na, e, oké, okay, menjünk tovább. Azért iratkoztam fel rá, mert tetszik ez, aztán gondolkoztam, hogy én is csinálok, csak ugye elég nehéz egy magas helyre felkerülni, főleg egy faluba, vagy rálásra a dolgokra. Azt kellene hozzá, ugye leginkább. Dávid Jakab, ő vonatos videókat rak fel, igazából különböző szerelményekről, meg mozdonyokról, folyamatosan, de ő sokat nagyon sokat, úgyhogy tényleg az iratkozzon fel rá, akit érdekelnek is a vonatok, mert ö, van, hogy naponta ilyen öt videót felküld a csatornára is, akkor, aki ne, nem érdekelnek a, ez a, a vonatok, akkor valószínűleg, hogy ez nem legyen, nekem tetszik. Félármit nem kell bemutatni, gondolom. Azért ö, szeretem az ilyen ö, fél videókat, meg az ilyen, tudjátok, ilyen jellegű videókat, amikor így esnek, kellnek, de azért szeretem őt, ezt a csatornát, mert mindig ugye heti lebontásba rak fel videót, meg azt hiszem, hogy van egy ilyen havi is neki, meg esetleg ilyen alkalmakkor, meg különböző képen csoportosítja őket. Az a jó benne ugye a heti videóiban, hogy ezek, ezekben a fél videókban már nagyon-nagyon sokszor ismétlődnek a régebbi dolgok, és ő neki a fél álminak, ugye nem ismétlődnek, mert mindig újjagat fel hetente. Fejes István kisfejes. Fejes István kisfejes. Ő egy vlogger, ő egy ilyen, uh, hogy mondjam, ő egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon egyszerű vlogger. Uh, az a lényege, hogy napi szinten tolja fel folyamatosan. de most, jó, hogy itt kihagyott egy rövid részt. Tolja fel a videókat, nézi a a, vagy uh, csinálja az réli az életét, és akkor beszél erről-arról. Uh, nézzük ki, jó. Fejes vezér. Uh, szintén kezdlek videó, de azt hiszem többek között. Ja, nem, 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 feltétlenül, nem Hát ő egy srác, ő valószínűleg, hogy, hogy beszéltem vele, és megígértem neki, hogy feliratkozok a csatornára, és ne arra úgy jön, de nem, nem, tudom, nem tudom beazonosítani a kezdtök nevére. Film gondolom, nem kell bemutatni, úristen. <laughs> szóval, hát, nagyon-nagyon merészek vagy több nézzetek rá a csatornájára, aki nem ismeri, aki meg ismeri, az meg tudja, hogy miért mondom ezt. Firaizmus, Fira Hefner, ugye, vlogger, meg ilyen... Pff, milyen dolgokat tárgyal ki inkább, hogy nevezik azt, nem vlogger. A vlogger az videó... Euh, blogger, ugye gyakorlatilag videón vezető, nem videón, a az nem videón upload hanem inkább így kitárgyal bizonyos dolgokat. Follow Anna, euh, még fel vagyok rá iratkozva, bár nagyon csalódtam benne azóta, mióta a Youtube terrorista rész óta, ugye, érdek, nagyon-nagyon érdekes volt, ugye, csinálta ezeket a messz, Meri, vagy nem tudom, Mersz, vagy nem messz, mit tudom én milyen videókat, tudjátok, amikor bevállalt különböző dolgokat, amiket írtak neki, mi ugye megbundáztuk, csináltunk egy ilyen YouTube-terroristás videót. Ö, felkértelek benneteket, hogy írjátok oda az egyik videója alá, hogy menj be egy McDonald'sba, és kérj egy feles pálinkát, meg vagy egy vagy kevertet és egy poásört. Na mindegy, iszonyatosan sokan arra folyamatosan. Az videó alatt gyakorlatilag egész végig ez van. Utána. Több hónapig nem csinált ilyen videót, és később bejelentette, hogy már nem is fog. Hát roppant érdekes, hogy pont akkor, amikor ugye egy igazi kihívással szembesült volna, pont bejelenti, hogy ugye nem, nem fog ilyet csinálni, hát kroat jobb az. Na, hát igen, a follow a ö, ö, igen, ö, a vlogon. Hát egyébként, ö, nem tudom, nem vagyok vele kivégülve a follow -on now, valamivel olyan, nem tudom, ilyen bár tíz perces vagy pár perces videókat csinál nagyon-nagyon ritkán, kicsit olyan, mintha erőltetve lenne már, mint a muszájból kellene megcsinálni a hetente egy videót, de az is, az is maximum ilyen pár perces szokott lenni. Gameplay Herbie, ugye tudja mindenki, de már ugye nem is ott gameplay, ezik talán herbie tud ismeri mindenki. Homes Science, ilyen érdekességek vannak ezen, Howard Pinsky, Ilyen tutorial videók, Photoshop, Isti Szalai. Isti Szalai nem kell szerintem bemutatni, bár megmondom őszintén. Ővelesen vagyok megelégedve újabban. Nagyon ritka videó, és nagyon... Jó, itt, itt, itt van egy ilyen nagyon hosszú, de nagyon sokszor pár perces, egy-két perces videókat rak fel. Uh, ehm, nem tudom, hát ja, jó, van, oké. Okay. Biztos van jobb dolga is, egyébként. Na mindegy. Uh, Jenny Land, őre megmondom őszintén betiratkozott, iratkozott fel, hogy egy csaj. Há, egyszer rá érdemes ránézni, de különben hosszú távon szerintem iszonyat idegesítő. Meg is mutatom nektek, azt túl is estek rajta ezen a, a hegy uh, ránézésen. Az a lényeg, hogy ő Amerikából költözött, összejött egy magyar srác, és idegölözött egy ilyen fordított székelyvegán, ugye, és olyan szinten töri a magyart, hogy az már röjj, de aranyos. Iszonyatosan aranyos Ö, a szövege. Hosszú távon viszont idegesítő. Mindjárt megmutatom, gyerekek, jó? Honnan mutatom? Ho? Na, ja, ez az intrója, ne lepődjetek meg. Van egy gyermeke is, na figyeljetek. Felhagmosítom akkor, amikor dumál majd. Na jó, szuintrona. Ez a videó, hogy uh, új év, fogadalom, fogadalmi dolog, arról um, van szó, hogy amit fogadok ebbe az évbe, vagy próbálok csinálni, elérni, célok ilyesmi ebbe az évbe. Én minden évben szoktam ilyeneket csinálni, hát valamikor ezt valamikor nem, de bízok benne, hogy fog ezt meg. Mondjuk ebben a videóban Ebben a videóban már egész értelmesen beszél a régebbi videóiban iszonyatos. Még én is százszor jobban töltem a magyart. Iszonyatosan vicces volt. Na, az a baj, hogy a régebbi videói... Múltkor... Jó, hát ja, már néztem tőle. volt egy ilyen ház project, amikor azt csinálták, hát abba az a gyerekek. Nézzük egy ilyet. mindenki, ma csinálok egy gyors videót megint. A, uh, és először akarom megmondani, hogy a vlogok, azok nem biztos, hogy fent lesznek meg minden, mert... Hát nem tudom, hogy ajátok -e olyan, mint hogyha izével beszél, mint ha... Ö, mint ha olyan lenne, mint valami... Ff, ilyen... Minek nevezik? Mint egy ilyen rajztream figura. YouTube ő vlogger, szintén csak így... Ö, spontán vlogok, semmi extra, meg ilyen bemutató videók, ö, semmi extra, hát ez nem úgy értem, hanem nem, nem csinál, inkább, hanem vlogor. Ugye, GT, Clash-es videós, azt hiszem, hogy Ionson a legnagyobb a e top 1-es talán, a csomó gemet elpörget, mindig néha megszoktam. Kitty Games, ö, egy videó, ohusnak kislány, aki Nézőm volt, és akkor rámért, hogy ö, segítsék neki, jó a videó, feliratkoztam rá, de a baj, csak körülbelül három videót csinált, az annyi volt neki a fel, dolga. Chris HD, hát igen, ö, szerintem jó páran fel vagyunk Chris hd iratkozva, a jó régóta. Ö, Chris HD, elvileg ugye vissza fog térni idén, várjuk. Hát gondolom mindenki ismeri Kriszárdit, most ilyenről mit beszéljek. De egyébként az az érdekes, én most nem arra vagyok, lehet, hogy hülyeség, meg, de én örülök neki, büszke vagyok rá, hogy amikor már ilyen egy pár, egy száz feliratkozom volt, nem tudom, hogy Kriszárdit hogy a francba találta meg a csatornámat, de feliratkozott rám is fel van. A feliratkozók között van gyerekek, most komolyan mondom, mindjárt megmutatom, jó? Csak akkor nem, megmutatom. Szóval van a feliratkozások? A saját csatornánál tudom megnézni, mindjárt megmutatom, srácok. Komolyan tökörülök neki, most. Jó, most biztos mondjátok, hogy hú, de hülye vagy. Szóval a legnépszerűbbek, akik fel vannak rám. Iratkozott, ott van Chris Hardy, nézzétek. És tényleg akkor, amikor még volt, vagy 300 feliratkozom, ő akkor iratkozott fel rám, és akkor, amikor teljesen inaktív volt, és ebből már biztos voltam -e, vele, hogy utóbb valami lesz, mert euh, euh, ugye aktivitás mutatott azzal, hogy feliratkozott. Na, euh, ő hegedűs, hegedűművész, csaj. Ö, nagyon jó kis videói vannak. mindenképpen nézzétek meg gyerekek tőle a... Ő tőle, ő tőle, ő tőle. Nem találom. Nézzétek meg tőle a Skyrim-et. Beütitek ezt a nevet, meg a Skyrim, de szerintem itt meg is találnám, azt nézzétek meg, nem indítom el, mert úgy a zene kopirájtos egyébek, rohadt jó, rohadt jó nyomja. Uh, nézzük tovább. Mad Max. Nem tudom ki ő. Komolyan mondom, néha olyan, nem tudom, nem tudom ki Nekem nem tudom, a fogalmam sincs. Meg bezárjuk, ki az a Mad Max? Uh, nem tudom miért iratkoztam őre fel. Nem komolyan nem tudom. Makam gondolom. Hát a Makamot nem, bemutatom. Ő videós, össze foglalkozik többek között. Meg... Meg mind, más. Az minecraft azt hiszem, hogy elég jó. Rendesen múltkor bementem egy live-jába. Hát gyerekek, azt sem tudtam, hogy mi van. Én Minecraft-oztam, ilyen alap minecraft de hogy miket csináltak ott, meg ilyen úristen. Manus XD, ő ismerősöm kezdlek Lesbe, les Lesz videókat csinál ö, a csatornáján meg. Ja nem, nem kezdlek Lesz, ezzel azt hiszem, hogy Minecraftot. Minecraft PE, az nem tudom, hogy Pocket Edition vagy valami ilyesmi. Mr. Piros régebben ö, vlogolt, már nem vlogol, de azért fel, meghagytam. meghagyta. Oxvox nagyon-nagyon ritkán csinál videót, azt hiszem egy székelyföld is rá inkább vlog, meg ilyen vicces bemutató videó, papkutya nem kell bemutatni, pap, patuskát nem kell bemutatni, őt meg nem kell bemutatni, szerintem a 41 millió feliratkozóval. Fotoboy, ő ennek a haverja, feliratkoztam rá, ő, inkább vlogok, meg ilyesmi, autós videó, Piszkatel, szintiszta vlog, nagyon frankó, ő, Puzsér Robert, hogyha nagyon-nagyon unatkozok, ők motorosok, Rapao 34 gameplay, gameplayes es ö haverja. Rock mondjuk úgy, hogy vlogger. Vloggernek mondanám. Érdekes, érdekes beszélgetései vannak, érdekes az ezért megnézem. Na, Sanyóca a vlogger, hogyha valaki megint ilyen életszerű vlogokat akar nézni. Bár mikor volt utoljára a videót, Sanyóca? Egy hete, ha? Uh, ja. Ő neki ilyen mindenféle közérdekű téma, meg, meg, néha életszerű vlog már, mint hogy mi történt vele, ő azt meséli el. Uh, múltkor volt egy nagyon jó kis sörös videója, azt végig, végignéztem, így ilyen, barna, nem barna söröket, hanem buzasöröket teszteltek, az szuper jó volt. Azóta sem próbáltam ki a buzasör, pedig ki akarom. Simi Agro videót, éve gyerekek legjobb, ilyen Öh, hogyha ilyen traktorokat akartok bámulni magyar emberkétől, akkor mindenképp őt javaslom öh, drónnal, meg mindenfélével, meg jó kamerával fel van vértezve tök jó videói vannak, tényleg szuper jók. Nézzük tovább. Soldier HD, ö, ö, San Andreas, talán Minecraft? Igen, hát valószínűleg Minecraft is. Meg én igazából a San Andreas videóit szoktam nézni. Székely Vegán blogger, ugye vlogokat csinál, kiköltözött ugye USA-ba, Miami mellé, Floridában jobban mondva, és ott él egy ilyen farmon. Ő haverom, Deathman in Black fegyverekkel foglalkozik, szintén Amerikában él otherworld et -ot, talán nem kell bemutatni, ha igen, akkor, vagy hogyha meg kell akkor inkább nézzetek rá, mert nagyon jó. Fóka, ő, ő, egy ilyen tipikus olyasmi, mint én, mármint olyan stílust kedvelő ember. ETS videói vannak, meg Spintarius videói vannak, meg vlog videói vannak, meg múltkor csapatta egy MTZ-vel. Igen. De miért így vannak a... Miért van a csatornád? Különben ezt azt hiszem, hogy akartam kérdezni. Ez régen? Nem, nem, régen, nem így volt. Van. Hol vannak a feltöltések? Nem jó, nem jó van a csatorna. Ide kell kattintani, hogy videókat nézzük. <laughs> Igen, itt ment egy 80 es MTZ-be. Ja, akkor mi van még itt? Tomi bácsi. Tomi bácsi, jó, gyerekek, ez annyira tetszett, hogy -e a neki a videói mutkó végignéztem, ilyen zenés videó volt. Uf, van -e egy olyan videója, ez a rába járatás két év után gyönyörű. a Tudjátok, mit érdemes megnézni végig? Hol vannak a videói? Annyira jó. Újra szól a hat hengeres? Rába 240. Újra szól a hat hengeres, iszonyat jó. Rába 240, univerzális erőgép. Bármi jó ez a videó, gyerekek. Arról szól, hogy elmennek, és akkor keresnek... Gyorsan levakítom az zenét. Találnak egy ilyen, nézzétek, egy ilyen szét van rovadva, nézzétek, oda nézzétek, ki van, nézzétek, bele van a földbe üszkösödve egy ilyen 240-es, igen, egy 180-asra hajazó rába, és akkor lemennek, és akkor utána, na itt, itt ismerkednek vele, nézzétek, korakció annyira jó, nem? Ö, és utána, ugye, lemennek később is, lefény, nem a fényképp, itt van, itt van, bele rovadva a, a földbe szinte, később is ugye lemennek, nagyon-nagyon tré állapotban van. És akkor utána egy hatalmas munka hogy leszedik a gumikat, fel, ugye, hogy szállítható legyen, a felrakják egy trélerre, és akkor utána ö, elviszik oda, ahova kell, ugye, hazaszállítatják, és utána ott meg leszedik, de vasz, itt talán nem, 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 nem lesz mutatok be a gyerekek, amikor megérkeznek, ezt a, ezt a rávas nézzétek meg, amikor ami leszedi. Nézzétek, milyen gyönyörű az a rávas tej. Ilyen, ilyen, amikor valaki szereti a szereti a járműveket. Figyeljetek, figyeljétek, megérkezik, ugye a, a. Nézzétek azt! Az már nem, mint amikor most jött volna ki a gyárból, nem? Az, az gyönyörűséges. Milyen? A, nem gyerekek, nem nem, nincs hang, ugye nincs hang. Csodálatos, nézzétek a rába, a izé, minden, a, nézzétek a matricá, IKR felület, tökéletes, nem? Hát nem így kell kinézni egy gépek, egy rábának? Itt tök látszik, hogy tényleg mélyen mennyire szerető gazdája lehet, és hogy mi, mi fog ki, kijönni ebből a 240-es lábából is, ugye, hogyha az az előtte lévő, az olyan baromi jól néz ki. Uh, igen, és akkor a, az újra szólhat hengeres videója, az meg a az meg már arról szól, hogy ugye újraélesztik gyerekek, az a turbó hang, ami, ami abban van, annál szebbet még életemben nem hallottam, komolyan mondom. Az a turbó hang, amikor berefentik a motort és elkezd járni, most belepörgetek, megkeresem gyerekek, nem bírom ki, hogy ne keressen meg. Azt hiszem, hogy itt ebben lesz, amikor beröfentik valahol. Itt lesz, igen. Be kell hallgatnom, hogy zene lesz. Igen. Jézus az a turbó, nem gyerekek? Komolyan az a... Úristen, nagyon gyönyörű, komolyan van. Aki, 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 ezt... nem, 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 nem dobog a szívetőre szerintem az nem is igazi férfi, vagy nem tudom, mire, mit, mit, tudok erre mondani, hát nem. Amikor egy ilyen hangot meghallasz, egy ilyen turbó hangot, akkor, akkor mit gondol, vagy nem tudom, akinek például egy hibrid járműve van, vagy egy elektromos, hát mi a tököm, hát mi, ezt nem lehet szeretni. Most le, jobb az, hogyha, így, hogy egy elektromotor hajt egy autót például. Na jó, van, oké, okay, menjünk tovább. <laughs> ez, ez de, meghallom ezt a turbó hangot, mindig vezek, komolyan mondom, így, így ilyen gombóc van a torkomba, vagy nem tudom milyen érzés. Na! Jó, mentjük tovább, oké. Okay. micsoda? Ja, ő ilyen érdekes videókat rak fel. Ő... ők is nagyon jó gyerekek. Twins. Ők azt csinálják most, hogy ilyen csapdábra leraknak bringákat, és különböző ilyen áramot vezetnek be, meg ilyesmi, hogyha lopják őket. Nagyon jó, amikor így megindul lefelé, mint tudom én, a csávó a bringával, amit el akar lopni, és bekapcsolják, és akkor drága leesik meg minden, nagyon atom jó. Ilyen tolvajkergetők, ugye magyar tolvajkergetőknek a izé verziója, kb. a külföldi verziója, baromi jó videó, már nem kell bemutatni. Piszkot eléknek a, a gameplay csatornája, ami sosem játszanak. Ő kisék, ők is ilyen ők nagyon hosszú. És ez mi zapols, pion, nagyon hosszú, ilyen fél videókat, meg wim videókat raknak fel, akár ilyen egy órásokat is érdekes, meg ebben sincsen ismétlés nagyon jó. Zoltán szilágyi vlogger, nagyon jó. Ö tök jó ilyen életszagú, meg ilyen teljesen ő is kendőzetlen videókat csinál, Zsé meg uh, Gameplay-es. Uh, na, srácok, véget, végig is értünk. Uh, megcsinálom gyorsan, srácok, a uh, modding tutoriál videót is. Uh, remélem, hogy szórakoztató volt valamennyire ez a videó, és van, találtak benne olyat, aki esetleg érdekel benneteket. Én ezeket a videósokat szoktam általában nézni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jók legyetek, csokoládés traktorkerék mindenkinek, üdv a csatornán, meg Mit beszélsz kipper Ez beköszönés, ma száraztak.